olyanok készítenek filmeket, akiknek nagyon sok köze a filmiparhoz, a filmművészethez szerintem nincsen. Magyar nézők nagyon szívesen nézik a saját színészeiket és a saját filmjeiket, csak igényesek és szeretnének jó filmet látni, és mondom, hogy ha nem sikerülnek a filmek, akkor nem fogjuk tudni be. Volt pillanat, amikor gondolkoztam, hogy visszamegyek fogorvosnak, bevallom őszintén, de nem nagyon bírnék filmkészítés nélkül meglenni. Gondolom, ez egy fekete korszak a magyar filmnek, szerintem borzasztó nagy pusztítást végez a mostani grémium. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcastje. Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem pedig Herendi Gábor, filmrendező, Balázs Béla díjas filmrendező, Valami Amerika filmek és a sorozat, vagy a Kincsem alkotója. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat. Én is köszönöm. És mielőtt még elkezdenénk beszélgetni, egy kötelező közérdekű közlemény, amit a nézők már talán ismernek, hogy kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, támogassák a Magyar Hangot, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy tudjunk ilyen műsorokat készíteni. Nagyon szépen köszönjük. És arra gondoltam, hogy kezdésként, mivel a kulturális beszélgetést szeretnék, de a közéletet, még a kulturális közéletet is, azt hiszem, hogy Novák Katalin lemondása határozza meg ezekben a napokban, illetve az a körüli botrányok, amelyek része ugye Varga Judit egykori igazságügyi miniszter ex-férjének nyilatkozatai, aki belülről támadja a rendszert. És valahogy ezeket a nyilatkozatokat hallgatva nem tudtam nem a Bűnös Város című kis filmjére, politikai szatírájára gondolni, ami ugye Valami Amerika filmekben tűnt föl, részben, mint dramaturgiai elem, részben, mint poénforrás, és aztán önálló életre kelt is el is készítette, ami hát végső soron egy negyedórás NER paródia lett. És egy kicsit olyan, mintha ebben élnénk, hogy ez, ami most történik, ez is egy olyan filmes alapanyag, ami politikai szatíráért kiállt. Hát lehetne belőle csinálni mindenképpen. Akkor is, amikor az készült, nagyon sok indulat halmozódott fel bennem, sok egyéb ok miatt, és úgy gondoltam, hogy jobb megcsinálni azt a filmet, mint hogy gyomorfekét kapjak, úgyhogy nekem ez egy ilyen levezetési lehetőség volt, hogy megcsináltam azt a filmet. Nem bánom, nagyon, nagyon jó pofa lett, és borzasztó sok jó visszajelzést kaptam. És még ez ugye most is elérhető a bűnösváros.hu oldalon. Így van, igen. És hogy ez volt utóélete, mármint hogy kapott olyan visszajelzéseket is, amik mondjuk a kritikát kifogásolták, mármint a NERT érő kritikán? Nem, olyat nem. Szerintem az, valahogy az elkerült, pedig nem moderáltuk a weboldalt, tehát hogy lehetett volna. Csupa pozitív visszajelzést kaptam, de hát azért tudom, hogy ezt inkább az az oldal nézte, akihez szólt igazából, és a szívéhez közel állt. De ugyanakkor meg, ha már fölmerül a Bűnös Város, akkor ugye jó ideje nem készített filmet, vagy nem készíthet filmet. Ugye erről több interjúban is beszélt az elmúlt években, hogy a tisztosan fekete listán van a Nemzeti Filmintézetnél, amely ugye egy ablakos rendszerben az NFI dönt a támogatásokról. Ugye a Toxikóma volt, hogyha a Bűnös Város nem számítjuk, akkor a Toxikóma volt az utolsó, ami egy olyan országban mondjuk, ahol a sikerfilmeket egy következő filmmel díjazzák, mert a sikerfilmek rendezőit, a Toxikóma, aminek azért a súlyos, komor témája ellenére óriási nézettsége volt, ugye azt feltételezné, hogy akkor a rendező, aki amúgy meg letett már több mindent az asztalra, kap még egy lehetőséget, hogy mi történt itt, vagy miben látja, és hogy ez változott-e azóta? Hát nem, egyelőre nem változott. Sokat pályáztam, tehát próbálkoztam, de minduntalan falakba ütköztem, és igazából jó, hát biztos, hogy fekete listán vagyok, nem egyedül vagyok, nagyon sok filmrendező nem jut szóhoz. Őket kéne megkérdezni, hogy ennek mi az oka. Nem fogok tudni észérveket mondani, vagy nem tudom belehelyezni magamat az ő gondolkodásmódjukba. Azt látom, hogy most ez ami az egész kultúrára jellemző, hogy most mi jövünk,
olyanok készítenek filmeket, akiknek nagyon sok köze a filmiparhoz, a filmművészethez szerintem nincsen. Egyelőre a végtermékekből se azt látom, hogy nagyon sok izgalmas és jó alkotás született volna. És ennek volt valami jele, mert ugye azt is, arról is beszélt már, hogy ugye Andy Vajnával sem volt felhűtlen a viszonya, de ő elfogadta, vagy legalábbis elismerte önben azt a filmrendezőt, aki sikerfilmeket képes gyártani, hogy volt már Andy Vajna halála előtt is jele annak, hogyha bármilyen fordulat jön, vagy bármi történik, akkor önt félreállíthatják, vagy mikor, vagy egyáltalán közölték ezt személyesen? Nem, semmilyen közlés nem volt, tehát hogy én így próbáltam párbeszédet kezdeményezni, mindig az volt, hogy majd ha beküldök egy jó forgatókönyvet, de úgy látszik nekem nem sikerül jó forgatókönyvet összeraknom, mert mindegyikkel volt valami bajuk, úgyhogy nem tudom áttörni ezt a falat. Tudomásul vettem, egy picit abba is hagytam, mert azért ez nagy munka állandóan pályázni, és a kudarcot megélni. Úgyhogy most egy kicsit más utakon haladok, színházat rendezek, és az RTL-nek készítettünk egy sorozatot. Tehát dolgozom, nem panaszkodom, meg kell keresni a lehetőségeket. A színházon majd visszatérünk, csak akkor még egy kérdés erejéig itt, hogy ugye a filmjei, akár a valami Amerika filmek, akár amelyből aztán ugye a sorozat is készült, akár a Kincsem, ugye több százezres nézettséget hoztak, amit nagyon sokáig még megközelíteni sem tudtak a magyar filmek. Ugye most a Semmelweis, ha jól tudom, ebben a pillanatban nagyjából 300 ezer néző körül jár, ami még mindig nem a Kincsem magassága, de hogy mondjuk, hogy megközelíti, hogy mi hiányzott ön szerint az elmúlt években a magyar filmből, ami miatt már az 50-60 ezres nézettséget is sikerként kellett ünnepelni az NFI-nek. Hát miért nem készültek olyan filmek, amik, vagy mi volt az, mi kell ahhoz, hogy egy film 4-5-600 ezres nézettséget hozzon? Hát, most ezt sokan fölteszik nekem, de nem tudom megmondani a sikertitkát. Én azt gondolom, hogy a nézőt nem lehet becsapni. És egyszerűen miután olyan mennyiségű tartalom van a mozikban, ami egyrészt edukálja is a nézőt, és nagyon sok jó filmet lát, és mi ezen a piacon kell, hogy versenyezzünk. Tehát a magyar filmnek az amerikai filmmel, vagy az egyéb európai filmekkel kell versenyezni, és nagyon sok jó film van. Én azt gondolom, hogy nem sikerültek ezek a filmek olyan színvonalon, hogy a nézőket be tudta volna szippantani a moziba. Én így látom, szerintem a témafelvetésük se annyira izgalmas. Hát én értem, hogy most történelmi filmeket kell csinálni, most ez a ennek a rendszernek ez van a zászlajára írva, de hát azért a történelmi témákban is az embereknek csak egy szűk rétegét érinti, vagy nem tud annyira érdekes történelmi téma lenni, hogy abból egy jó film összerakódjon. A Semmelweist értem, az egy nagyon, nagyon népszerű téma, nagyon izgalmas téma, jól meg is lett csinálva, tehát hogy abban a pillanatban egy olyan film, ami áll a lábán, jól megírt, dramaturgiailag tényleg jól összerakott film, az abban a pillanatban megérinti a nézőket, és ezek mindig szájhagyomány útján terjednek, tehát hogy az első hétvége nézőszáma az mindig a marketingen múlik, de utána arról szól az egész, hogy egymásnak ajánlják-e a filmet, hogy te ezt nézd meg, és a nagy nézőszám az mindig úgy jön össze, hogy elterjed az, hogy ezt érdemes megnézni, ez jó film. Miközt, hogyha egy szerzői filmest kérdeznek, akkor vagy akár mondjuk egy szép írót, aki szép irodalmat alkot, akkor általában az a válasz, hogyha a célközönségnek szánt műről fogadják, hogy magának ír, illetve nem gondol ilyenkor a közönségre. Hogyha a közönség film készül, akkor, bár most az előbb azt mondta, hogy nem tudja a sikerreceptjét, de hogy vannak azért olyan
trükkök nyilván vannak, amit akár a forgatókönyvíráskor, akár a forgatáskor mindenképpen alkalmazni kell, mert tudja, hogy az akkor olyan hatást ér el, ami miatt majd akkor esetleg szájhagyomány útján eltered a film, vagy akkor ez mondjuk a Kincsem is a valami Amerika esetében is inkább a szerencsén múlt, hogy a közönség rátalált. Hát nem, szerintem a forgatókönyvben nagyon sok múlik. Tehát, hogy most a függetlenül a műfajtól merem mondani, mert a Kincsem az nem vígjáték. Tehát igen, a vígjátékkal biztos, hogy hamarabb be lehet vonzani az embereket a moziba, mert tele van a budzsuk a közélettel, meg a saját életükkel, és ki akarnak kapcsolódni. Ez érthető, világos. De nem, a Toxikoma különben jó példa erre, az egy nagyon véres dráma és nyers film, és mégis nagyon nagy nézőszámot vonzott. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a jó filmekre vannak kiéhezve a nézők, és tényleg nem tudom a receptet. Én a jó filmben azt gondolom, hogy van egy nagyon jó forgatókönyve, nagyon jók a színészek benne, tehát egy nagyon jó casting van mögötte, és remélem valamennyire a rendező, vagyis én is hozzá tudok tenni ezt, hogy ez a film összeáll, és nézhető lesz, és bevonza a moziba az embereket. Általában ezekből hiányzik valami. És mielőtt még tovább menjünk a színházra, akkor még egy kérdés, csak ugye mondta, hogy pályázott többször és visszautasították, hogy ha el lehet árulni, hogy mik voltak azok a tervek, vagy milyen filmek voltak, amiket elkészített volna, de nem támogatta az NFI? Hát sok terv ment be, mondom, hogy volt-e között tévéfilm, volt-e között játékfilm, volt kalandfilm, volt amiért nagyon fáj a szívem, az egy Máté Péter életrajzi film, ami nem tudott átmenni a rostán, akkor most utoljára egy krimit adtunk be, tehát még azt is merem mondani, hogy semmi politikai tartalma nem volt ezeknek a filmeknek, ezek szórakoztató filmek voltak, abszolút közönségfilmeknek készültek volna, hogyha elengedik és ha hagyják, hogy megcsináljuk, de nem hagyják. És ahogy említette, hogy színházban rendez, ugye a Rózsavölgyi Szalonban mutatják be február 16-án a Díj című darabot, ami ugye Cyril Jély francia szerző műve, ami igazából több szempontból is rendkívül aktuálisnak tűnik, ugye az 1946-ban Nobel-díjat kapott Otto Hahn fizikus, illetve Lise Meitner osztrák származású, Svédországban élő zsidó fizikus története. Ugye Otto Hahn Nobel-díjat kapott azért a kutatásért, amit Meitnerrel együtt végeztek. A nő, hát most ezt értelmezés kérdése, őt még csak meg sem említették a díj alkalmás. Ugye mondjuk ez a nemrég, ugye tavaly bemutatott Oppenheimer kapcsán, illetve hát talán nevezhetjük így felfokozott ilyen háborús hangulatban, az atombomba kérdése sajnos fájóan aktuálissá vált, hogy ez a konkrét darab, ez a hát kamaradarab, ami hát hárman szerepelnek benne, de ugye nagyjából két ember konfliktusáról szól, ez mi az aktualitása, van-e olyan aktualitása, ami miatt erre esett a színház választás, vagy mi az, amiért rendkívül aktuális lehet? Hát nagyon-nagyon érdekes a témafelvetésre, valóban, ahogy említette, Oppenheimer most nagyon benne van a levegőbe, és Otto Hahn volt igazából a német Oppenheimer, ugye a maghasadás felfedezésért kapott Nobel-díjat, és nagyon-nagyon komoly emberi dilemmákat vett föl a darab, ugye hát nem akarom nagyon spoilerezni, de a lényeg az, hogy igen, két kutató egymás mellett kéz a kézbe fedezte föl a makasadást, és az utolsó pillanatban ugye a másik világháború miatt a társa, aki Lise Meitner egy zsidó fizikus volt, őt kimenekítette az országból, Svédországba, Stockholmba szöktette gyakorlatilag, és a darab arról szól, hogy ez a fizikus hölgy a Nobel-díj átadása napján megjelenik Otto Hahn szállodájába, és kérdőre vonja, hogy az ő gyakorlatilag eltávolítása az
ő úgy gondolja, hogy nem azért volt, mert hogy őt meg akarta menteni zsidó származása miatt, hanem azért, mert ő egyedül szerette volna publikálni a nagy felfedezést, ami végül is tényleg így történt, tehát hogy a hölgyet meg se említette, és a Nobel-díjat is ugye ő egyedül kapta. És ez egy vélt beszélgetés a két kutató, vagy két tudós között, akik 30 évig voltak társak és dolgoztak együtt, de emellett rengeteg olyan dolgot felvet, ami abszolút aktuális ma is. Tehát például a feminizmusnak egy nagyon fontos látlelete, hogy ugye a 40-es években elképzelhetetlen volt, hogy egy nő tudóssá váljon, és nagyon érdekes, hogy Lise Meitner is egyedülálló volt szinte a saját területén, és hogy nem mehetett be a kutatóintézetbe azon az ajtón, ahol a férfiak mentek, neki egy külön bejáraton kellett becsempésznie saját magát, nem volt női WC az intézetben, neki a sarki kávézóba kellett járni, és hát ezt mind-mind felhánytorgatja ugye Otto Hahnnak is. Tehát nagyon sok, és hát azok az emberi drámák, ugye, hogy ami kettejük között zajlik, és borzasztó ügyesen van megírva a darab, hogy igazából az embernek nagyon nehéz eldönteni, hogy kinek van igaza, ha az egyiket hallgatja, akkor ott érzi az igazságot, ha a másikat, és ettől ilyen izgalmas, és ettől érzi az ember azt, hogy ezek nagyon, nagyon ilyen 3D-s figurák, szoktuk mondani, tehát hogy nem fekete és fehér minden benne, hanem egy borzasztó izgalmas, két nagyon intelligens ember borzasztóan izgalmas beszélgetése a maga a darab. És ugye Seres Zoltán és Kismari játsza igen. Szócsi Kriszta, aki... Szócsi Kriszta, aki a feleségét játsza gyakorlatilag Otto Hahnnak, ő egy kisebb szerepbe. És ilyenkor, amikor színházban rendez, akkor filmrendezőként lép a színházba. Ez lehet, hogy nagyon naív kérdés, de hogy úgy látja magát a jelenteket, mintha ez egy filmforgatás lenne, vagy ilyenkor azt így... Biztos nem tudom levetkőzni magamban ezt a dolgot, de azért nagyon más a színház, nagyon más a munkafolyamat. Tehát itt ugye 6 hétig a színészekkel együtt érik meg a darab, érnek meg a jelenetek, és próbálom, mint egy karmester, ezt az egészet levezényelni, de ez egy nagyon-nagyon közös munka a filmnél. Ott nincs mese, az egy nagyon drága műfaj, és nagyon ki van találva, a napi penzumot meg kell csinálni. Ott az egy egészen más alkotó folyamat, ott oda jön a színész, fölvesszük, elmondom, hogy szeretném, mint szeretném, meg kell csinálni, nincs mese. Tehát ez egy egész más fajta világ, és mondjuk nekem pont azért nagyon izgalmas, mert ritkán volt, eddig egy darabot rendeztem, nem tudom hány évvel ezelőtt a Madách Színházba, úgyhogy most ez egy picit ilyen új kihívás, de nagyon izgalmas dolog, jó játék. Mm. Kicsit vissza a darab azért az előadáshoz is, hogy ugye itt, ahogy mondtam, hogy az atombomba miatt, hogy az Oppenheimer film sikere miatt, de azért a magunk mögött tudott járvány után valószínűleg a tudomány szerepe is, az előadásban felvetett szerepe is azért aktuálissá teszi, hiszen ugye itt mégiscsak arról van szó, hogy ők hozzájárultak ahhoz, hogy elkészüljön az atombomba, még akkor is, hogyha Lise Meitner ugye élete végéig harcolt a háborús, vagy a az atom energia hadi felhasználás ellen, de mégiscsak felmerül a kérdés, hogy vajon mi a felelőssége a tudománynak? Hát erről szól a darab leginkább különben, hogy ők hogy élték ezt meg, ugye ők egész életükben az atomenergia békés felhasználásáért dolgoztak, és hogy mennyiben vett, ugye itt is komoly kérdéseket vett fel a darab, hogy mennyire volt részese Otto Hahn az atombomba kifejlesztésének fel. Ugye szerencsére az amerikaiak előbb álltak elő ezzel a dolga, és ugye ez komoly dilemma és vita kettőjük között, mert Lise Meitner nem hiszi el, hogy ő ki tudta vonni magát az alól, a folyamat alól, hogy Hitler
a német tudósokat nagyon erőteljes presszió alá vetette, hogy minél előbb meg kell lennie az atombombának, és ugye Otto Hahn azzal védekezik, hogy pont ez volt az ő ellenállásuk, és így szabotálták ezt a dolgot, hogy húzták az időt, és próbálták ezzel rehabilitálni Németországot, és a németeket, hogy mit műveltek a világa, és milyen bűnöket követtek el. Szóval ez egy nagyon komoly dilemmája a tudósok, és ezt mind felveti a darab, hogy ugye micsoda felelősség van a tudósokon, és hát ez a mai, ez is például borzasztóan aktuális, azt gondolom, hogy ugye a mesterséges intelligencia itt van a küszöbön, hogy megint a tudósok megalkottak egy fantasztikus dolgot, azt gondolom, ez a mesterséges intelligencia, és hogy majd merre megy a világ, és hogy ezt tényleg úgy tudja majd használni és alkalmazni, hogy az pozitív hatású lesz az emberiség fejlődésére, most nagy szavakat használva, vagy megint majd magunk ellen fordítjuk ezeket a dolgokat. Ez gondolom látta az Oppenheimer filmet. Láttam, igen. És hogy mi volt a vélemény? Mert egyébként pont most, hogy a mesterséges intelligenciát felhoztak, én azt hiányoltam egy kicsit a filmből, hogy ezzel a felelősséggel, mint hogyha nem vetett volna számot, nem a tudósok a tudomány felelősségével, egy olyan helyzetben, amikor ez mégiscsak nagyon indokolt lenne. Nem tudom, hogy milyen szemmel, vagy ilyen szemmel nézte, de hogy... Igen, most kicsit át kéne gondolnom, jó hosszú film volt, meg nagyon az elején láttam, de azt hiszem, ez kevéssé volt tényleg felvetve benne, hogy mekkora felelősség. De azért ott a vége fele azért ez úgy kibontakozott, de már bevallom, nem emlékszem annyira. És ilyenkor egyébként, mert ugye tizen sok Oscar jelölést kapott, óriási felhajtás a film körül, hogy ilyenkor ez a egy ilyen hype egy film körül, az sokszor a témából következő, vagy az aktualitásból következő kötelezettsége a filmiparnak, hogy akkor egy ilyen filmet meg kell tolni, vagy ezt hogy látja végsősorban belülről, hogy ez ilyenkor hogy működik? Mert a maga a film értékei azok, amikor elviszik, vagy ezért fölépítenek köré egy olyan valóságot, egy ilyen virtuális valóságot, amiben szinte kötelező agyon díjazni? Hát jó kérdés. Nehéz, annyiféle szempont szerint díjazódnak ezek a filmek. Tény, hogy az egy, én is azt gondolom, hogy egy mestermunka az Oppenheimer, mert az együtt, hogy tudtam rajta azért unatkozni, szóval nekem egy kicsit hosszú volt, simán kivágtam volna belőle egy 20-30 percet, de hát fantasztikus színészi alakítások, meg az egésznek a nagyon izgalmas és bátor volt nekem Nolantól ez a film, aki eddig mindig olyan filmeket csinált, hogy elképesztő pazar látványosságot és képi világot hozott létre. Most meg itt sokkal inkább a dramaturgiát és az emberi oldalát domborította ki ezzel a nagyon sok közeli képpel, és hát gyakorlatilag dialógus hátán, tehát nem lehet azt mondani, hogy egy hihetetlen látványos film volt. Persze az a atomrobbantási kísérlet az fantasztikusan meg volt csinálva, de nem ez volt a filmnek a lényege. És ha már egyébként a díjak szóba kerültek, akkor ugye a Vajna-korszak vége felé ugye a magyar film elsőprő sikereket aratott, ugye Berlintől az Oscar-díjig, Saul fia, Testvér és Lélekről, hogy ezután, tehát Andy Vajna halála után ez elapadt, hogy ennek a nemzetközi jelenlétnek a hiányát az NFI hozzáállásában látja, vagy Andy Vajna halála okozta azt, hogy már nincs egy olyan szereplő, aki mindenhol otthonosan mozgott a világ filmgyártásában, vagy miért nem nyernek? Nem, azt nem gondolom, hogy ez Andy Vajnán annyiban múlott rajta, hogy abba ő szerintem elég jól látta, hogy a film műfaján belül vannak közönségfilmek, vannak szerzői filmek, ő persze a közönségfilmeket preferálta, de volt annyira józan, hogy nem szabott gátat azoknak a filmeknek, amelyek esetleg egy szűkebb réteget értett, és ő nem szerette a Saul fiát, de engedte létrejönni.
és ezek szerintem nagyon, nagyon bölcs döntések voltak, és a magyar filmnek tényleg lassan azt lehet mondani, hogy ez aranykorát hozta létre, a sok, sok díjjal, meg sok jó, magas nézőszámot hozó filmmel is. És ő mindig azt mondta, hogy mert ugye sokszor kérdőre vonták, hogy miért nincsenek nagy történelmi eposzok, ő azt mondta, hogy ő abból tud dolgozni, amit hoznak a producerek, és ilyeneket nem hoztak. Hát most ez az új grémium, ez erőnek erejével keresztül verekedi ezt, hogy most lesznek ugye nagy történelmi eposzok, méreg drágán, azt gondolom, és valahogy én azt látom, hogy őket semmilyen szinten nem érdekli a magyar film nemzetközi megmérettetése. Nem preferálják az esetleges művészfilmeket. Gyakorlatilag az értékes filmek szinte csak az inkubátor filmek, amik megjelennek a piacon, amelyek, aki nem tudja, az egy ugye a első filmeseknek egy lehetősége, és nagyon-nagyon kevés pénzből egész jó filmek készülnek, vagy hát most virágkorát éri a független filmgyártás, és valahogy a piacról megpróbálják finanszírozni ezeket a filmeket, amelyek rendkívül kevés pénzből, de mégis értéket képviselnek. Mondjuk ez ugye Reisz Gábor filmje kapcsán megvetett fel olyan magyarázat mindenre, ami tényleg apró pénz vagy fillérekből készült egy átlagos filmköltségvetéshez képest. De mi az az összeg, amiből mondjuk egy olyan közönségfilmet le lehet forgatni, ami megállja a helyét? Mert ugye repkednek a milliárdok, a Petőfi film kapcsán, a 6 milliárd. Tehát hogy ma mondjuk ez a 6 milliárd, ezt mennyire látja reálisnak? Hát nem, azért az szerintem nagyon túlzás, meg ugye azt kell érteni, hogy a film nem tud, nem piacképes Magyarországon. Tehát ez egy olyan kicsi piac, hogyha itt a mindenkori vezetés azt akarja, hogy legyen magyar filmgyártás, az közpénzből finanszírozzák. Ez Európa szinte minden országában így van, tehát ez nem unikum. Egyszerűen nem tud olyan nagy piacon érvényesülni a magyar film, hogy az valamilyen szinten is rentábilis tudna lenni. És igazából most az elakadtam, hogy mi is volt a kérdés, ezt mérjük. Ja, per 6 milliárd, igen. Mi az a reális összeg? Igen. Hát, szóval, hogy ma, sajnos ez egy nagyon drága műfaj, biztos, hogy ma 6-800-1 milliárd forint körül van egy film, és az még mindig nem kosztümös film. Ez tragédia, hogy ez tényleg drága. Én azért azt gondolom, hogy ezek túl vannak finanszírozva, ezek a most készülő filmek. Nem tudom, hogy a Petőfi film megér-e ennyit. Én sokkal inkább örülnék neki, hogy inkább kisebb költségvetésű olyan filmek készülnek, amik szerintem a máról szólnak. Oké, legyen egy-két, én is csináltam, legyen egy-két olyan történelmi film, ez a környező kelet-európai országokban is ilyen létezik, de hát ezt így garmadával csinálni, annak semmi értelme. És egyébként akkor, amikor még készítetted filmeket, és ugye azok óriási nézettséggel mentek, akkor volt, vagy érzékelt bármiféle ellentétet, vagy esetleg ellenségeskedést a szerzői filmesek, akik nyilván jóval kevesebb pénzt kaptak filmeikre, és mondjuk ön, mint sikerfilmes közönségfilm alkotó között, tehát volt egy ilyen korábban? Nem, én semmilyet nem érzékeltem. Ezt szerintem minden filmes így elteszi magába, hogy vannak közönségfilmek, amik általában drágábbak téled egyszerűen azért, mert a műfaja olyan, hogy sok szereplő, sok helyszín, stb. És a szerzői filmek azok egyszerűen a jellegükből fakadóan általában olcsóbbak szoktak lenni, de nem, szóval mindenki ezt úgy elfogadja szakmán belül, hogy van, aki ezt szereti csinálni, van, aki azt szereti csinálni. Én nem éreztem sose ilyen fajta
ellenállást. És mondjuk nézői oldal, ugye sokszor felmerült, hogy vajon miért nem, ugye még a Vajna korszak elején is elég sok kritika érte Andy Vajnát, egyetlen a magyar filmipart, hogy nem mennek a nézők be, nem mennek moziba, nem lehet becsábítani őket magyar filmre, amúgy mennek, csak hogy, és aztán utána kiderült, tehát az a Valami Amerika kincsem azért bizonyította, hogy ez nem feltétlenül van, és ha most mondjuk megnézzük a Semmelweist, ami hát legalábbis az elmúlt évekhez képest kimagasló nézőszámot hozott, az is arra utal, hogy ha olyan a film, akkor mégiscsak bemennek. Igen, ugye ez hogy látja, hogy megváltozott-e annyira ez a, akár a járvány, akár az amerikai filmdömping, akár bármi miatt ez a nézői attitűd, hogy a magyar film az egy alacsony, olyan alacsony polcra került, hogy nagyon ritkán veszik észre, vagy hogyha elkészül egy olyan film, akkor arra mindenképpen bemennek, csak meg kell találni azt a filmet. Hát a Covid azért szerintem így a nézői szokásokat átalakította mindenképpen. Ugye a Covid nagyon magával hozta a streaming adóknak a felvirágoztatását. Tehát, és ez egy kicsit meg is változtatta a nézői szokásokat. Tehát azért, ha ilyen statisztikákat nézünk, a moziba járók száma szerintem nagy mértékben lecsökkent a Covid óta, és kevesebben járnak moziba. De azért majd ezt lehet, hogy valaki megcáfolja, mert nem tudok friss adatokat. És valahogy én azt látom, hogy még a filmeknek a hogy más a műfajisága is, tehát a moziba a nagyon nagy költségvetésű blockbusterek készülnek igazából, és egy nagyon-nagyon nagy réteg nagyon ráállt a sorozat nézésre, és a sorozatok nagyon minőségiek, és ott azt hiszem, hogy ugye már ez teljesen megszűnt, hogy a TV-film meg a mozifilm az egy más kasz lenne, tehát az A kategóriás színészek minden további nélkül szerepelnek sorozatba, és az A kategóriás rendezők is nagyon szívesen rendeznek sorozatot. Tehát én ezt látom igazából nagy változásnak, de mozifilm van, él, létezik, azért azt látjuk, hogy ömlenek be a mozifilmek, és ha van köztük magyar, azért én azt mindig is vallom, hogy a magyar nézők nagyon szívesen nézik a saját színészeiket és a saját filmjeiket, csak igényesek és szeretnének jó filmet látni, és mondom, hogy ha nem sikerülnek a filmek, akkor nem fogjuk tudni becsábítani a moziba őket. A streamingnek van egy talán furcsa jellemzője, vagy egy furcsa hatása, hogy ugye olyan filmek is szinte azonnal, vagy néhány hét, vagy néhány hónap után bekerülnek a streaming szolgáltatók kínálatába, amelyek ugye moziba készültek, és akár lehet, hogy a leglátványosabb akciófilmek, amiket nagy vászonra álmodtak meg, de nagyon sokan, hát vagy akár még egy kis monitoron is, vagy egy otthoni tévén, de az sem kínál mozi élményt, hogy ez mennyiben alakíthatja át mondjuk akkor a közönségfilmek piacot, hogy akkor már arra is kell figyelni, hogy akkor ezt most nem egy óriás mozivászton nézi meg az ember, hanem otthoni körülmények között, hogy erre is kell gondolni a rendezőnek, vagy azért ennyire még nem változott? Hát ennyire talán nem változott, meg azért most már a technika is olyan szinten fejlődött, hogy hatalmas tévéket lehet venni, és elképesztő minőségben lehet ezt otthon is megnézni. Én is nagyon mozi hívő vagyok, és én is nagyon szeretek moziba elmenni, és azt gondolom, hogy ez egy egészen más program és más minőségű filmnézés, mint otthon a fotelből. Itt az a lényeg, hogy az új generáció, a fiatalok, azok már nem nagyon, vagy kevésbé járnak moziba, ők ezen szocializálódtak, és ezért sokkal inkább azt látom még a saját gyerekeimen is, hogy sokkal inkább a streaming sorozat felé fordultak, praktikusabb, egyszerűbb, bármikor meg lehet nézni, a sorozatokat lehet falni, több epizódot egyszerre, tehát hogy egyszerűen más lett a filmnézési kultúra, és nekünk filmeseknek vagyunk kénytelen utána menni igazából szerintem ennek az újfajta filmnézési kultúrának. És a Valami Amerika sorozat is ebből a gondolatból született? Hát abból nem tagadom, hogy ugye nekem keresnem kell a lehetőségeket, miután nem kapok lehetőséget filmkészítésre,
és az RTL egy olyan közeg, ahova engem tényleg tök szívesen fogadtak. A Valami Amerika sorozat ötleteire abban biztos voltam, hogy boldogan rábólintanak, tehát egy picit így a könnyebb ellenállás irányába mentem, mert már nagyon szerettem volna dolgozni, és nem is bántam meg, mert mi nagyon-nagyon szerettük csinálni, szerintem egy nagyon izgalmas sorozat kerekedett belőle, jó munka volt. És most ezt nem akarom az ördögöt a falra festeni, csak hogyha ugye rendezőkkel beszélgetve, hát mondjuk úgy, hogy legalábbis a fekete listán lévő rendezők nem voltak túl optimisták az NFI jövőbeli magatartását illetően, hogy meddig lehet azt, ha egy rendezőt elhallgathatnak, akkor meddig lehet filmkészítés nélkül működni, vagy mikor mondja azt az ember, hogy oké, akkor ez most már így lesz. Volt pillanat, amikor gondolkoztam, hogy visszamegyek fogorvosnak, bevallom őszintén, de nem nagyon bírnék filmkészítés nélkül meglenni, úgyhogy én is keresem a lehetőségeket. Azt hiszem, hogy nekem is a független film most a lehetőség, nem is akarom tovább titkolni, hogy úgy néz ki, hogy áprilisban egy ilyen független filmet fogok forgatni felkérésre, és talán az az érdekessége, hogy ez egy vígjáték lesz. Független vígjáték. Hát az ritka. Ami szerintem egy újdonság. Igen. De egyébként hát ez így mindenképpen egy újdonság, mármint maga a hír is, de hogy korábban az esetleg fölmerült, hogy ha nincs lehetőség, akkor külföldön próbálkozni filmesként? Igen, ez abszolút fölmerült, ez így mindig benne volt az elképzeléseim között. Én erről már lecsúsztam, szóval egyszerűen az, hogy a külföld az nekem egyelőre így Amerika, tehát nagyon máshova nem tudom elképzelni, ugye a nyelv ismerete egyszerűen arra fele enged, de hogy én ahhoz öreg vagyok. Tehát, hogy ott az annyira üzletszerű az egész, hogy nekem ahhoz kéne, hogy legyen egy ügynököm, egy ügynök olyan emberbe investál szívesen, akinek még sok-sok kifutási ideje van, és megkeresi rajta a pénzt. Most én oda megyek 60 pluszosan, már nem nagyon izgatom én őket, úgyhogy én erről lecsúsztam, nem hiszem, hogy én valahogy külföldön tudok érvényesülni. Még egy picit vissza erre a végjátékra, nem tudom, mennyit szabad vagy akar elárulni róla, hogy ezentúl, hogy független film és végjáték, mit lehet esetleg még tudni? Hát egy négy nőről szól, egy mamáról és három lányáról, és egy, hát nem, az a baj, nem beszéltem meg a producerekkel, hogy már lehet erről beszélni, és hogy hagyd ne mondjak erről többet. Akkor még csak annyit, hogy akkor a felkérésre, akkor a forgatókönyvet gondolom nem ön írta? Vagy nem én írtam a forgatókönyvet, ez Divinyi Réka tollából, de van ennek egy, tehát én azt, hogy ez egy remake, ez egy létező kelet-európai film, szlovák film, amely nagyon-nagyon nagy siker volt Szlovákiában. Annak a remake-je, azt írtuk át, vagy írta át Réka, szerintem messze-messze jobbra, mint az eredeti volt, mert igazán szíve lett ennek a filmnek. És szerintem egy rendkívül kedves, jó történet. Ilyenkor, amikor kapott anyagból dolgozik, az mennyire más, vagy mennyire lehet ilyenkor, hogy ön mennyire alakítja át az alapanyagot a saját képére, vagy ez hogy működik önnél? Hát egy idő után már nagyon a magaménak érzem, tehát azért én a Rékával konzultálva fejlesztettük együtt gyakorlatilag a könyvet, tehát ő írta, de hogy mire ott tartunk, hogy ez forgatódna már addigra, én azért nagyon magaménak érzem. Nem is tudom elképzelni, hogy tudnék máshogy hozzáállni. Tehát, hogy már annyira ismerem az anyagot, hogy azt gondolom, hogy én írtam, nem én írtam, de hogy ilyenkor az ember egyszerűen szép lassan involválódik a sztoriba, és akkor a bőre alá kúszik a forgatókönyv, és akkor úgy könnyű dolgozni vele.
Most itt a független filmről meg ugye szóba kerültek olyan alkotók is, mondjuk, mint Reisz Gábor, vagy ha azokra a rendezőkre gondolunk, akik ugye nem jutnak lehetőséghez, Mundrucó Kornéltól, Hajdú Szabolcsig, vagy Pálfi Györgyig, akkor azért fölmerül, és gondolom a filmnéző közönségben fölmerül a kérdés, hogy mi az, amiről lemarad a közönség, a magyar film, a kulturális élet, azért, mert hogy nem készülhetnek el ezek a filmek. Hogyha nagy általánosságban nézzük, akkor hogyan látja ezt a helyzetet, hogy van ez az egycsatornás finanszírozási rendszer, amiből nagyon sokan olyanok, akik bizonyítottak, akár közönség, akár művészfilm terén, már sok mindent tettek az asztalra, ők nem jutnak lehetőséghez, hogy ez milyen hatással lehet a magyar filmre. Tehát mondjuk évtizedek múlva visszatekintünk, akkor ez itt ezek itt ilyen fájó hiányként látszanak majd? Hát én azt gondolom, ez egy fekete korszaka a magyar filmnek. Szerintem borzasztó nagy pusztítást végez a mostani grémium. Én így látom, de majd ez persze majd a jövő megmondja visszatekintve a mostani filmtermésre, de én nem látom, hogy nagyon komoly értékek születnének. És mondjuk ugye a film egy nagyon drága műfaj, tehát hogyha valaki nyilván az íráshoz is meg kell élni, de filmkészítéshez ugye 100 millió kellenek, hogy itt azért viszonylag korlátozott a lehetősége azoknak a függetleneknek, akik a rendszertől. Hát igen, ez a tragédiája ennek a dolognak, mondjuk könyvet írni az nem kerül, ahhoz egy laptop kell, meg esetleg szobrot csinálni, ahhoz pár kiló agyag. Ennek ez a tragédiája ennek a műfajnak, a filmkészítésnek, hogy ez egy ennyire drága dolog, de hát ezek a független filmek mégiscsak valahogy elő tudnak, vagy létre tudnak jönni nagyon-nagyon kevés pénzből. Hát most mi is úgy fogunk forgatni, hogy rengetegen szinte szívességből és a töredékért, azért a pénzért, mint amennyit valójában egy ilyen filmért lehetne kapni. Valahogy azt érzem itt a kultúra területén, hogy ezt úgy mindenki belátta, és egyetlen színész nem mondta azt, hogy ő nem jönne. Tudván azt, hogy a töredékét fogja keresni, mint amit nézem, mert így mindenki átérzi ezt az egészet, és ők is szeretnének az alkotó munkának részesei lenni. Színészek között is van egyfajta ilyen, talán nem ennyire, mint a rendezők között, de ez a megosztottság, ez valami tragédia, ami zajlik most, és hát bekusszik a bőrünk alá itt a filmművészetben is. És azt személyes kapcsolatokon is érzi esetleg? Mert mint hogy akkor milyen ideológiai, vagy az ideológiai törésvonalak mentén szétválnak? Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból jó a helyzet, mert nagyon, én alig ismerek olyan alkotót, aki egyetért a mostani rezsim kultúrpolitikájával. Tehát, hogy nem is egy művészhez annyival inkább passzol a liberális gondolkodás, a kísérletező elv, a szabadság, a másik iránti tolerancia, tehát hogy annyira ez tartozik hozzá a művészethez, hogy én a környezetemben nem tudok olyat mondani, aki egyetértene ezzel a mostani kultúrpolitikával. Vannak, mert persze én is látom, meg olyanok, akik oda dörgölőztek a mostani rezsimhez, és esetleg akkor most sokkal többet szerepelnek, meg nem tudom, de azért én tényleg azt gondolom, hogy ez töredéke. Ezek közben meg ugye a Színház és Filmművészeti Egyetem hát alapítványi vátétele, vagy mondjuk elfoglalása, az mennyit változtathat ezen, hiszen ott oda bekerülő diákok, nyilván Vidnyánszky Attila rendszerébe érkeznek, és azért elhiszi, hogy van ez az agymosás. Én nem hiszem el. Én nem hiszem el. Én azt gondolom, hogy azok is fiatalok, akik majd film és színház művészettel akarnak foglalkozni, elvégzik az egyetemet. Én nem tudom elképzelni, hogy annyira rájuk lehetne erőltetni egyfajta gondolkodásmódot, mint ahogy ezt mi így kívülről képzeljük. Én már így hallottam, meg ismerek is olyat, aki oda jár az SFE-re, és
tök normális és jó fej, és én nem hiszek ebbe a nem is úgy átnevelő gondolt, táborba. Nem, mert ugye ráadásul akkor ugyanabban a csapdába esnék, hogy mint amit amit vinyázkodtak, hiszen azzal a felszólítással foglalták el az egyetemet, hogy ugye ideológiai képzés alatt. Tehát nem feltételezem ugyanezt róluk, inkább csak ami viszont látványos, az a finanszírozási rendszer, és a színház ...nak is szüksége van természetesen pénzre, a filmnek még inkább, és hogyha az a rendszer osztja a pénzt, amelyik közben elvárja a lojalitást, akkor azért ott komoly dilemmák elé kerülhetnek a művészek. Nem egyszerű. Nem ez, igazából, és ezt a különben, igen, hát a színházi szférát azt ugyanolyan szinten sújtja, mint a filmet. Ez kivéreztetve, ez a rengeteg iszonyú tehetséges és nagyon értékes független színház, hát borzasztó, borzasztó. Remélem egyszer vége lesz. Igazából pont erre, vagy ezt is kérdeztem, hogy meddig lehet mondjuk, nem tudom, elhivatottsággal vagy kreativitással ellensúlyozni a forrás hiányt. Mert ahogy mondta is, hogy például ugye önök is kevés pénzből forgatnak és szívességért jönnek, vagy szívességből jönnek el a színészek, de azt meddig lehet csinálni? Na, nem tudom, talán még lehet, de én is azt gondolom, hogy véges. Hát valószínűleg. Ugye az embereknek meg, tehát egyszerűen a életvitelszerűen pénzt kéne keresni, a családot el kell tartani, a gyerekeket fel kell nevelni, ez mind pénze, és hát ugye azt hiszem ez a titka ennek az egésznek, hogy a források vannak elapasztva mindazok felé, akik nem szimpatizálnak a rendszerrel. Mm. Nagyon nehéz, nem fogom tudni megoldani ezt a dilemmát. Mm. Mert egyszer csak felébred ez az ország. És most egy picit még visszatérve az elkaszált filmet, tehát ez, hogy azok, amiket ugye nem fogadott el az NFI, önmagában lezárta, félretette, hogy akkor ezek már biztos, hogy nem valósulnak meg, vagy azért valahogy még ne, így van? Ja nem, ezt abszolút nem gondolom. Tehát, hogy ezek ott vannak a fiókomba, ezek... Kézkönyvek, esetleg itt fordul a kocka, akkor én leszek a legboldogabb, mert csak úgy előkapkodom a jobbnál jobb forgatókönyveket. És egyébként arra gondolt esetleg, hogy azok, amit filmként írt meg, ugye ha már szóba került valami még a sorozat, hogy azokat valahogy például egyébként az említett Máté Péter filmet, akár sorozattá, hiszen láttuk, hogy például ugye Jimmy is kapott az RTL-nél egy sorozatot, hogy ilyen próbálkozás vagy ötlet az... De abszolút van egy olyan filmterv, amit most átteszünk sorozattá, az pont különben sorozatért is kiállt, és akkor megpróbálunk azzal is, tehát hogy megpróbálunk sorozat szinten házalni vele. Sőt, most az egyik forgatókönyvből regényt írtunk, és meg fog jelenni regényként. Tehát, hogy azért megpróbáljuk életbe tartani ilyen formán is ezeket a dolgokat, mert azt gondolom, hogy megéri. És a színház, ugye mondta, hogy ez a második rendezés, hogy az most ez a nagyon intenzív próbafolyamat, a több hetes próbafolyamat, ez beszippantja? Tehát akkor ez a színház is lehet egy út? Hát lehet egy út. Nagyon-nagyon élveztem ezt a munkát. Abszolút. Meglátom, hogy igen. Igen, ez is egy lehetőség. Az a lényeg, hogy dolgozzon az ember, mert azzal tartja frissen magát. Az biztos, hogy nem én vagyok, aki beülök a sarokba és nyalogatom a sebeimet. És most azért itt egy árnyaltan, de talán inkább optimistának érzem a kulturális élethez való viszonyát, vagy a jövőt? Hát, ez nem tudom, lehet, hogy... Hát optimista nem vagyok, de a lényemből fakadóan azért én egy optimista ember vagyok. Itt olvastam az egyik címlapotokat, hogy szeretném megérni, hogy új világ jöjjön. Én is szeretném megérni, hogy új világ jöjjön. De az embernek egy élete van, én már jócskán a B oldalt élem, és nem szeretném úgy az öregkoromat élni. Még rendkívül aktívnak érzem magam, nagyon sok dolog még belém szorult, amit szeretnék akár ilyen patetikusan mondva az embereknek megmutatni, és olyan dolgokat csinálni, amivel szórakoztatni tudok. És úgy zárásként visszatérve az első nyitó kérdésre, hogy ez a politikai szatíra, a bűnös város és a valóság, apropán, hogy mit gondolod, ha itt
történik valami, amit elkészülhetnek azok a filmek, amik reflektálnak a jelenkorunkra, akkor, akkor ez majd, ahogy mondjuk esetleg a Tanú esetében olyan politikai szatírákat eredményezhet majd, amelyek kifigurázva, nevettetve rámutatnak ennek a rendszernek, vagy mondjuk a volt rendszernek a problémáira? Hát én bízom benne, szerintem az az egyik legjobb műfaj, hát lásd, Tanú, micsoda örökérvényű darab lett. Én azt gondolom, hogy vagyunk azon a szinten ebben a mostani politikai rendszerben, hogy ez már megérne egy szatírát. Mm-hmm. És mondjuk a Bűnös város után ön esetleg egy ilyet van? Én csinálom, szívesen csinálnék, persze. Mm. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Rendi Gábornak, önöknek köszönjük a figyelmet, és hogy az elején is elmondtam, amennyiben tehetik, akkor támogassák a Magyar Hangot, fizessenek elő lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. És jövő héten is jövünk újabb kultúrtájjal. Viszontlátásra!